Jó reggel, miattám üdv a csatornán, szavaztok gyerekek, a Keeper megérkezett és folytatja a csodálatos új Lucky MGTS felvirágoztatását. Nagyon sokan írtatok, rengeteg hozzászólás érkezett, és ki fogok emelni jó párat, és név szerint megemlíteni azokat, akik iszonyatosan jó ötletekkel álltak elő. Nem biztos, hogy mindenkire sor kerül, de néhányatok biztos, hogy benne fog szerepelni a videóba, mert tényleg atom jó, na annyira jókat írtatok, hogy tényleg csak megköszönni tudom, de viszont mielőtt megköszönném, szeretném elkezdeni a játékot, mert várjátok, egyébként van egy olyan hiba ebben, volt régen ebben a Farming Simulatorban, hogy a hangot az mindig rettegek egyébként, rettegek attól, hogy a hang el van csesződve mindig, de talán nem lesz, odébálok az MTZ-be, azt megyünk. Nagyon jókat írtatok, imádom, amiket írtatok, mert nagyon sokat segítetek. Először is, várjatok egy embert, hadd emeljek ki, aki annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy légy szíves, ne küldjetek modokat, küldött egy 82-es MTZ modot, ami iszonyatosan jó volt, és ő nem volt más, mint Nagy Laci. Nagy Laci nézőm, köszi szépen ezt a csodálatos MTZ modot, 82-es MTZ, kiskabinos, fekete felnikkel, csodálatos, bele fog kerülni mindenképp a sorozatba, de először is, állítsuk neki a verdákat, ugye aratni. Fú, annyi ötletet adtatok, hogy ez hihetetlen, úgyhogy próbálom összerakni itt a fejembe, hogy mégis mit kellene csinálni. Tényleg, legszívesebben már mondanék mindenkit, de szépen osszuk be ezeket az ötleteket először is, akkor gyorsan azt a földet, ha már elkezdtük, akkor le fogjuk aratni. És egyelőre marad az MTZ 80 és a pótkocsi. Valószínűleg, hogy közelebb fogunk kicsit férkőzni, azt a földet már fejezzük be. Én amondó vagyok, tudjátok mit? Onnan gondolkozok, befejezzük azt a földet? Lehet, hogy el kéne itt kezdeni, és akkor ha befejeztük azt a földet azzal a géppel, akkor maximum azt csináljuk, hogy akkor átjövünk ide. Átjövünk ide a másik géppel, és normálnak ötös gomb, ugye jobbra fordul, tehát akkor balra kellene elindítani. Pillantás, azt elindítom ezt a kombájt, meg a másikat is, mert menjen a meló ezerrel. Ötös, oké, automata, jó, nyomjad neki, Sanyi. Megnézzük a másikat, ez is ugye ötös, autó, oké. Jó van, gyerekek. Igen, barha hangosak egyébként ezek a kombájnok, észrevettem az előző felvételen. Kicsit feljebb nyomtam a hangerejét a mikimnek, úgyhogy talán most már jobban hallani engem. Igen. Sokan írtátok, hogy az ijesztően nagy cél tűzték ki maga elé. Hát én úgy gondolom, hogy miért ne. Nagyon sokan ajánlottátok az állattenyésztést, mint olyat is, hogy nehezítő körülmény, mert miért ne. Mert azt írtátok, hogy Keeper, ha már egyszer lud legyen kövér, úgyhogy lehet, hogy állattenyésztés is be fog ugrani itt nekünk a projektbe, de egyelőre nem, egyelőre viszont egy dolgot kapásból kiemelni, ez merre megy? Hát ez nem megy gyorsan, már itt vagyunk és itt. Jó, gyerekek, leviszi a cső! Húzd be a csövet, meghalsz! Mondtam, bazd, nézd meg az ökröt. Állj meg, more, állj meg. Egyébként ez nagy probléma itt a ezen a mapon, meg általában ezeken a mapon, és 1% és össze is törte, tessék. Összetörte, vágóasztalt, megtörte a hülye. Kiküldte a csövet. Jó van, mindegy. Lehet, hogy azt zavarta meg, ugye, hogy jöttem MTZ-be mellette, talán most már nem fogja kivágni. Ja, nem, innen indult, oda nézzetek. De jó ez az autokombány mod. Jó, ezt csapja körül ezt a földet. Vigyázni kell, mert az egyik földön van egy hatalmas nagy kátyú, vagy nem is kátyú, hanem egy lyuk, amiben szó szerint beleesik a gép, és úgy kell, nem is tudom, még a régi sorozatomban is úgy kell kivonszolnom onnan. Szóval arra vigyázni kell. Egyébként búza volt azon a föld. Jaj, azt is meg lehetne nézni egyébként, hogy ha repce van valahol, akkor azt kellene aratni. Azt, ha nézzem, meg növények elszállítása ki van kapcsolva, jó vagy, oké, gyerekek. Fejlődés átlagos, az egyelőre tök mindegy, mert úgyse fogunk lényegtelen. Írtátok egyébként, hogy ne pörgessek bele az éjszakába, nem fogok belepörgetni az éjszakába, viszont az a baromi sötét éjszaka mód, az ki van kapcsolva, ki van véve, mert az nekem az egy kicsit heróton volt tőle, hogy gyakorlatilag egy 3 méterre látsz el. Valaki írta, szedd össze a szalmát, az is jó eladásra.
Nem tudom, hol tudom eladni, és el tudom eladni úgy, hogy nem bálázom, mert nem akarom bálázni, esetleg akkor hamsterezünk. Azzal összekapjuk. Nem tudom, autótraktor tudja összekapni. Mindegy, lényegtelen. Megnézzük egyelőre, hogy lehet-e izélni, hamsterezni. Na, akkor közben azért mondanám, hogy ki volt az, aki nagyon király dolgokat így megemlített. Jó, ki is szállok. Kicsit eltávolodok, azt akkor... Igen, Nándor török például írta, hogy változzon az indexkép. Nem egyforma. Megpróbálok minden részhez más indexképet csinálni, ez természetesen. Ő úgy gondolta, lehet, hogy végig ugyanaz az indexkép, ezt nem. Például az nem. És Máté Oltványi. Ő neki volt egy nagyon jó felvetése, és azt meg is nézem, hogy van-e nekünk itt biomassa hőerőműünk ezen a mapin, mert valószínű van, nem? Mert akkor egy pillanat. Hogy tudok ezt legörgetni? Szilás. A szilást hol tudja? Nem veszik ezen a mapon, bazze. Nézd oda. Nem veszik. Nem veszik ezen a mapon. Nem veszik ezen a mapon a szilást. Tehát akkor nincs biomassa hőerőmű. Lehet, hogy ezen a mapon. Sőt, tuti, hogy nincsen. Ami nekünk nem valami jó így kapásból, mert baj lesz ebből. Nem a gépek. Térkép. Várjál, jószág. Hol lett? Itt csak gépeket mutat? Hogy volt ez? Betakarító gépek. Nincs egy olyan... Nincs. 15-ben még nem volt, csak itt van, várjál. 9. Nézzük már meg. MÁV van, gyerekek. Nincs biomassa. Nincs biomassa a hőerőm, úgyhogy ezt el van cseszve, gyerekek. Nem fogom tudni. A szilást nem tudom eladni, úgyhogy ezt nem biztos, hogy érdemes bunkersilóba beküldeni. Mi viszont a MÁV-nál különböző dolgokat vesznek, amit megnézek, hogy tényleg mit érdemes eladni ezen a mapon, gyerekek. Azt fontos tudni. Ja, itt vannak a izék, aha. Tojás, ja, hogy mennyi darab. Jó, ezek nem számítanak. Igazából árpát, repcét, kukoricát, izét, falprittok, mész. És itt nézem én, gyerekek, hogy... Pillantás. Ez érdekes, mondjuk. Ja, így, ennyi az opció. Sertés. Papríték. Mit vesznek? A MÁV-nál nem vesznek, de miért nem vesznek semmit? Csak falprítékot vesz a MÁV? Ez komoly, vagy én itt valamit nem... A MÁV az miért csak falprítékot vesz? Ezt mondjátok már meg, régebben vett mást is, nem? Ha vett a MÁV mást is, akkor mit nem látok? Mit csinálok rosszul, gyerekek? Nem csak falprítékot lehetett, volt burgonya, meg minden. Vagy, ja, igazából csak annak az ja, bocsánatot kérek. Én vagyok a hülye, valószínűleg csak annak az árátra írja ki, ami nekünk van, nem. Napraforgó például nincs 0 liter, és mégis izé. Miért? Miért van ez? Mi történt? MÁV-nál gyerekek régebben az volt a fönforgás, hogy izé van. Jó, ezt egyelőre, akkor ezt le kéne tudni. Mert ez tényleg, most bocsánatot kérek, lehet, hogy én vagyok itt a béna. MÁV-nál miért nincsen más opció, hogy más vesz? Miért nincs? És miért nincs? Miért csak falpríték? Miért csak falpríték, gyerekek? Jó, mindegy, egyelőre akkor ez van. Ezt meg kiürítjük, megyünk egy karikát. Ó, gyerekek, nézzétek, ezt mindjárt le is fogja csapni. Ezt keressük a pénzt, mint az őrültek. Ja, igen. János Szucskó. Köszönöm szépen a tippet, azt írta, hogy ne ifád vegyek, hanem inkább kamaszt, mert matek, kimatek volt ő nekem, hogy jobban megéri. Úgyhogy valószínűleg azt fogjuk csinálni, de lehet, hogy le kéne néznem, hát ez a rész, ez nem tudom mennyire lesz jövedelmező, lesz-e annyira jövedelmező, mint az előző. Meg kellene nézni, hogy hol van mondjuk repce, és lehet, hogy azt kellene nekünk aratni. Abban mégis több pénz van, minél gyorsabban jön a pénz. És... Szerintem egy kamazra fogunk gyűjteni. Vagy pedig még kombányra. Ez a kettő opció van. De igazából örülnék egy kamaznak, gyerekek. Örülnék egy kamaznak, és lehet, hogy azt meg is fogjuk lépni. Tényleg köszi a sok tippet, még van egy-kettő a tarsonyomban, amit így kiírtam magamnak. Mert ugye ennyire nem tudok emlékezni. Úgyhogy néhány ember még itt a videóban meg lesz említve, ez
ennek okán. Gyerekek, az a baj, hogy ez annyira megy, annyira megy. Na, álljál meg. Sanyi, álljál meg. Jó, marad benne 9%, ott marad. 7%. Elmegyünk a másikhoz, azt ürítjük folyamatosan őket, meg áruljuk a dolgokat. Hát azt is írtátok, hogy ugye jó lenne, hogy besíróznám a cuccokat. És akkor például Bence írta ezt, hogy nézzem az árat, és akkor úgy próbáljam eladni. Hát csak az a baj, hogy ugye hiába nézem az árat, most egyelőre azt kellene csinálni, hogy kell pénz. Úgyhogy nem tudok vele mit csinálni. Tényleg kellene lóvé. Hát a faaprítékot tudja venni, csak figyeljetek, azt hiszem, hogy van faaprítékom. El kéne vinni a MÁV-hoz, megnézzük ott mit lehet eladni. Még én biztos vagyok benne egyébként, hogy ott mást is lehet eladni. Nem tudom, hogy miért nem írja ki. Meg akkor most mi, az hogy fog működni, vagy mennyire veszik. Mert én úgy emlékszem, hogy ott mást, ott minthogyha répát, krumplit, mindent vettek volna. És például, hogyha szilást vennének, azt meg kell néznünk ott helybe, akkor tényleg a bunkersírót meg kéne raknunk. Azt az nekünk jó lenne. Hol megy a gép, gyerekek? Itt megy a sarkon, jól van. Végig durrant. Hé, gyerekek. Oly. Hát ment a másik földre is. Hát ez kicsit nem egyszerű. Gyerekek, itt ment a másik földre, azt már a második kört nyomja. Jó van, nem baj, gyerekek. Hát ha ugyanaz van benne, hadd szóljon. Meg még ráadásul valószínűleg, hogy fogok egy barom nagy ekét berakni, és hogyha lesz lábánk, akkor ezeket a területeket, amik így egymás mellett vannak, azokat mindenképpen össze fogjuk szántani. Ja, írtátok, hogy nem baj, hogyha anekdótázok egy kicsit, mesélek, sőt, még egy néző írta is, hogy ő is a szerszámos ládán szokott ülni, és kb. Ugyanaz szokott lenni vele, mint ahogy én elmeséltem. 74%, hát ebből is kicsit csipünk le, mert kezd megtelleni. És azt hiszem, hogy itt pont van egy út, úgyhogy be tudunk menni mögé. Mármint itt is be tudunk menni a faluba. Megpróbálom kihasználni. Ja, írtátok azt is, hogy használjam ki a térképet teljesen. Ne az legyen, hogy mindig ugyanazokon a földeken fogunk vetni, aratni. Nem, mindenképpen ki fogom használni. Most az lesz, hogy az egész mapot be fogjuk lakni. Tényleg nem az lesz, ahogy csináltuk ezelőtt. Egyébként itt a saját házunk, azt nem tudom, hogy vágjátok-e. Várjátok, itt megnézhetnénk ezeket a különböző képződményeket, hogy itt mit lehet, mert ugye például üdvözlően elfesse, oké. És mit lehet ide hozni például, vagy mi ez? Itt mi van? Service, oh my god, ide, ja, itt is lehet akkor szervizelni. Itt meg tudod tőle, mert igazából ez a saját házad ugye magán ezen a mapon. Itt különböző dolgok, várjál már, itt egy szalma tároló, ami nem biztos, hogy itt lehet. Itt ez mi az? Itt egy shop. Mi az a shop? Mit lehet itt menni, gyerekek? Vannak itt különböző dolgok, amik igazából nincsenek feltüntetve máshol. Ó, itt van egy ilyen. Ó, hát ezt nem is néztem még, gyerekek. Mit lehet itt venni? Álljál meg. Ja, raklapos palántákat, jól van. Jó, hát megyünk tovább. Csináljuk, csak közben néha ránézek, hogy mit hol lehet eladni. Ja, itt vannak a tyúkjaink. Aha. Nagyon jó. Egy darab szálkakasunk van, oké. Okay. Ez biztos nem nagyon fogja széttolni magát. Pont egyébként itt a két szomszéddel ez odébb volt. Egyik ismerősömnél szomszéd meg átmentek a kutyái, azt 12 tyúkot kaptak össze. Ott a gólya fönn a izén. Azt a gólyát szegény beraktak már 36 napra. Hoppá, ott van az MTZ, gyerekek. Csodálatos. 82-es nagyfülkés, akármicsoda, ugye? Ja, itt a benzinkút, jaj, itt tudunk tankolni, jól van. Ja, ízét, azt búzát, azt még mindig valószínűleg ugyanoda érdemes vinni, hát ha érdemes, ha nem, jaj, várjatok, mennyi, ha... Egyébként elég gyorsan telnek itt a... nem a napok, hanem a kombájnok, úgyhogy most már dolgoznunk is kell. Szavasz, Mari, mi a helyzet? Mondjál valami szépet nekem. Vagy ha mutatsz, az se baj. Ugye van Magyar Posta, újságáros, minden van, gyerekek. Csak egy kicsit bekeveredtem, itt kell jobbra mennünk, ugye? Jó, azt húzhatok vissza ezerrel. Tényleg az lesz, hogy akkor a közelebbi földeket fogjuk itt aratni, hogy minél hamarabb tudjak pénzt termelni. Egyébként itt a tojást el lehet adni. Meg ugye, úgy látom, hogy akár hányszor indítod újra a mapot, akkor ezeket az ikonokat kirakja ide, ami nem baj. Mert úgy látom, hogy vannak olyan dolgok. Tényleg az lesz, hogy el fogjuk vinni akkor a faaprítékot, amíg van nekünk, úgy hiszem, hogy van. Mint hogyha úgy néztem volna, és akkor ki fog derülni, hogy mit tudunk még vinni a MÁV-hoz, ugye, a MÁV telepre.
Hú, gyerekek, igen, írtátok egyébként a marha tejesztést is, meg tényleg az állattejesztést, hogy azt is csináljam, hát nem tudom, gyerekek, először inkább szerintem, hogy bele kéne pörgetni a dolgokba, hogy tényleg legyen pénzünk. Most például 77%, hát melyik ez? Melyik ez? Az éjjelű. Úristen. Azt szerintem a távolabbi lesz, nem? Hú, gyerekek, ezek telnek rendesen, tök mindegy, mert a távolabbit is le kéne üríteni. Hú. Igen, egy kamasz kellene. Hát 270 ezerbe fájna ugye a kamaz. Jaj, ez van tele, gyerekek, ez van tele, 82% ugye, mert villog, mint az őrült. Ez nagyon jó dolgozik. Azon a földön szerintem az a probléma egyébként, hogy ott már egy helyben forgolódik, a szorod lassan telik, de nem baj. Tényleg az lesz az értelme ennek, hogy úgy kell csinálni, hogy a közeli földeket. Viszont ha a szilást el lehetne adni, az úgy nekünk jó lenne. Jó van. Üritsen. Kicsit gyorsabban is üríthette. Nem vagyok boldog ettől, úgy meg kell. Ne tolass, léci. Állj meg, barátom. Üljellem, hogy állandóan ez van ezeknél. Egyébként azt hiszem be lehet állítani, hogy menet közben üritsen vagy álljon meg, de lehet, hogy megcsinálom azt, hogy álljál meg, more. Ez így nekünk nagyon nem jó, álljál meg. Várjál, itt van-e. Stop. Standingre állítottam, elvileg szerintem akkor ilyenkor az van, hogy meg fog állni, amint alá megyek, remélhetőleg. Mondjuk most az... Álljál meg, Sanyi, úgy. El tudnék én melletten lavírozni, csak nem az a gond. Nem az a probléma vele, hogy ugye... Hát ez... Ja, kiürült? Hát... Kiürült, jó. Oké. Ugye az a probléma vele, hogy... Hú, hát ezt mihetem is, gyerekek, és az a gond, hogy már a másik 50%. Mondjuk az nagyon lassan telik, ahogy látom. Ja, hát learatunk mindent. A rendezett százszórás ugye be van kapcsolva, hogyha akarunk szalmázni, akkor itt töménytelen mennyiségű szalmát tudunk kinyerni. Hát azt se tudom, hogy például a szalmát hova tudnám vinni. Körül kéne nézni egyébként ezen a mapon, hogy mi a szituáció. Itt például elég sok van. Hát van egy hentesünk, ugye valószínűleg oda akkora disznókat tudnánk vinni. Vagy húst, vagy akármi. Kelemen Roland. Kelemen Roland. Na, van ott az erdészet. Ja, és van egy erdészetes rész is. Sokan mondták, hogy a fával is tudnék keresni. Az a baj, hogy ugye gépünk nem nagyon van hozzá egyelőre. Meg ugye az erdészeti gépeket is úgy fogom berakni, hogy csak modolt, csak retro. LKT meg hasonlók, meg még ráadásul ugye ráadásul jó drágán, úgyhogy az is egy, hogy azt meg tudjuk lépni, hogy tudjunk erdészkedni, ahhoz is rengeteg pénzt kell majd kiszednünk. Hát ez nem tudom, el fog-e fordulni az a pótkocsi. Pótkocsi is sérül, úgyhogy jó lenne nem összetörni. Hát elfordul? Erre gondoltam, hogy itt bajok lesznek. Nem elég nagy ívbe fordultam. Most elég szépen kitolatott a keeper. Jó, hogy így be kell fordulni, mert különben nem fordul el. Úgy, elfordul már az első kerék? Hát egy kicsit a kocsirudra már rájárunk. Rájár a rud. Keeperre. Ilyenkor van baj, gyerekek, mert ez most így sikerült megszivatnom magam. Ugyanoda fog visszafordulni. Úgyhogy kikatolatnom innen. Aj, ne! Az időveszteség, gyerekek. Ez a legnagyobb baj, az időveszteség ilyenkor. Jó, hát ez most egyre rosszabb. Toljunk ki innen. És az a baj, össze fogom törni itt a gépet. Ki kell tolnom innen. Hátrafele. Úgy. Már elfordul, gyerekek? Mit gondoltam? Most már elfordul, az biztos. És nehogy megint neki a időjönek. Hát igen, ilyennel nagyon el tudod cseszni, hogyha elfordulott. Jó. Hát a kamazzal nem tudom, azzal mindenképp úgy kell majd betolatnom ide, ugye, nagy nyerges döggel, de hátrafele billent, úgyhogy az szuper lesz. Hát mondjuk az még nem mostanában. Nem mostanában, gyerekek. Viszont ez a torsít. Jó, hát elmegyünk a távolihoz, meg megnézzük, mit csinál, mert szerintem ott szerencsétlenkedik ezerrel. És lehet, hogy át is hozzuk majd ide. Mert ez mit csinál? Hol van ez? Hol van ő? Ott megy. Jó, hát ezt nagyon szépen lecsapta ezt a területet. Az a terület az elég béna. Minden esetre elmegyünk oda most. Aztán hozzuk át egyre közelebb, ugye. Átcsoportosítjuk a kombányainkat. Mondhatjuk kombányainkat, mert kettő darab van már belőle.
Nekem egy 27 ezrünk van, ugye például nem, szerintem ebben a részben biztos meg tudnánk venni egy ifát, amit valószínűleg nem fogunk tudni meg, vagy nem fogok megvenni, mert ezzel is ugye el tudom még látni a kettő kombányt is. Ha úgy van, főleg, hogyha közelebb van, viszont... azt mit csinál az gép, hogy gyerekek? Ja, ott az pici területet próbálja lenyekálni, ugye? Már egyre többet kell fordulnia. Pazarolja az üzemanyagot. Ja, meg tankolunk is lassan. Hát nem lassan kell, mert még azért... Még van benn bőven, de azért kelleni fog. Úgyhogy ez van. Jó, hát ez le is kapta, át kell raknom egy kicsit odébb. Ajja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 jj
azért autókombiné mód azért tudja dolgát, nem? Most nem azért mondom, de nem rossz a gyerekek. Ja, írta valaki, hogy ne taboljál. Hát azért köszi. Azért köszi, barátom. Lehet, hogy nem merem vállalni azt, hogy én nem tabolok. Attól lehet, hogy bolondéria lenne kipörni. Na, ezt ennek neki állítjuk, mert akkor miért ne? Adjál neki, Sanyi. Jó. Oké, és akkor ezzel le is ürítjük. Várjál már, annyit kéne csinálni, hogy ennél is ezt erre rakom. És akkor megpróbáljuk, talán megáll. Ha megáll. Ha mellé megyek, talán megáll. És akkor mehetek vissza megint. Úgyhogy itt pörögni kell. Jaj ne, gyerek, bementél oda. Hát az lehet ki se jössz onnan, gyerek. Na most meg már. És meg nem akar elindulni, várj. Na igen, jó, megáll akkor. Azt hittem nem tud elindulni, most azért jöttem el onnan. De úgy látom, hogy tényleg akkor, hogyha ő mellé állok, ó, hát ez csodálatos. Csodálatos, hogy megáll. Nagyon jó. Mert ugye ilyen kicsi területen itt elkezd forgolódni, nekem az nem jó. Nagyon jó, nagyon jó, be lehet állítani. Autokombine mód gyönyörűséges. Csodálatos, még egy ilyen szar területeken is tök jó megállja helyét. Viszont útakadálynak írja ilyenkor, 55% a másik. Jó, hát egy nagyobb potkocsinek tudnék örülni, de ezzel is teljesen jól el vagyunk. 27 000-nél vagyunk. És egyszerűen nem... És tök jó, mert elindul akkor, amikor ugye... Elindul akkor, amikor ugye már kiürített, úgyhogy szuper. Például... Mákos Guba? Mákos Guba, remélem, jól mondom a nevet. Hát biztos nem... Nem a keresztneved és nem a vezetékneved ez, hanem valami kitalált remélhetőleg. Nem olyan, mint a szenzációs áron mi. Mert ott legalább az áron az jó. De tényleg hülyeséget összebeszélek. Azt akartam mondani, hogy... Igen, ő mondta, Mákos Guba mondta, hogy a pótot oda készíthetnéd, és akkor nem kellene ugye folyamatosan oda menned. Hát igen, az majd úgy lesz, mindenképpen úgy lesz, hogyha nagy pótunk lesz, hogy ugye egy földet aratunk, és akkor ott addig nem kell járnom, nem kell azt csinálnom, hogy ugye folyamatosan lefeljárok, mert ugye az elég nagy kapacitása lesz mondjuk a kamaznak, és akkor tudjuk azt csinálni, hogy tényleg oda rakjuk a kamaszt, és akkor mindig abba ürítünk közben, meg ugye tudok én más géppen, mondjuk az MTZ-vel tudok szántani, vagy éppen vetni, vagy akármit csinálni. Ez az a lényeg, hogy tényleg az elején a legnyögvenyelősebb ennek a sorozatnak, abban biztos vagyok. Nem lesz egyszerű, viszont később azért majd jobban fog ez menni. Jó, hát ezt mindenképpen, bocsánat, ezt megint le kell ürítenem, mert nem akarok félpótkocsiba bevenni. Félpótkocsiba, értitek? Van a forgózsámolyos, meg a félpótkocsi. Hát ez lehet, hogy szarul. Ja, jó, sikerült. Jó vagyunk, gyerekek. Nagyon jól eltalálom a izéket, úgy látom. Most tényleg nem magamat akarom fényezni, de nagyon jól eltalálom itt a fordulásokat. 1% MTZ, a 80-asban észre se vettem, mikor történt annyi hiba. Figyelünk rá legközelebb jobban. Ezeket a területeket össze fogjuk szántani. Tényleg az lesz, hogy itt, amit láttok egész a telepig, egész a faluig, ezek össze fognak szántódni. Be fogok rakni egy nagyobb bekét, majd MTZ, nem az MTZ-vel, hanem a rábával, vagy a kirovetszel fogjuk majd szántani. Azért nem akarok nekiállni MTZ-vel, mit tudom én, kettőfejesekével itt szántogatni. Szóval, pörgök, mint trágyaszóra, és nagyon élem, hogy van miért dolgozni. Egy kicsit elkeserültő még mindig, hogy 27 000 euró van ott fönt. Úgyhogy nem lesz egy egyszerű eset ez. De most már az a baj, már megint nagyon tele vannak ezek a gépek. Menjél haver onnan, mert elütlek! Jaj, Sanyi! Pár feszed itt, meg a csajok már oda nézzetek, ketten mennek, jaj. Az a baj, hogy ne nézzel csajokat, mert neki mész a falnak. És összetöröd a gépet, és mehetünk a TMK-ba. Most is gondoljátok, jaj, de jó lenne a TMK-ba menni, mert az ugye érdekes lenne. Higgyétek el, fogunk meg a TMK-ba menni, megint elcsúszik, ipar itt a fordulás. Na, elfordul az, érzem én.
Jó. Hát arra tényleg marha kíváncsi leszek, hogy itt a kamazzal mit fogok küzdeni. Ott ki kell találni arra is egy jó taktikszot, mert különben szívni fogunk. Hát mondjuk a kamaz az még odébb lesz. Ja, izét kellene, valami komolyabb árut kellene aratni. Megnézzük gyerekek, ez a kettő terület fogjon le, utána akkor átnézzük a térképet, és akkor nekiállítjuk valami, hogyha van valami izénk, van valami repcénk, vagy valami csodánk, és akkor azt fogjuk aratni mindenképpen. Jó, úgy látom, hogy ezek még nincsenek annyira fullosan. Lehet, hogy el fogok minni egy izét. Nézzük meg, hogy van-e nekünk. Na, itt akkor már várjatok, termésfajták. Van nekünk izénk egyáltalán? Van egy bar... Azt a mekkora repcét, oda nézzetek gyerekek. Oda nézzetek, és ez itt van nem messz. Hát az a gyerekek, azzal a repcével, ha szétkeressük az agyunkat. És ott van a falu határában. Most képzeljétek, megmutatom nektek, melyik földet aratjuk. Ez volt van az egyik kombájn, ezen. A másik az meg ezen van. Ez a repce, ez körülbelül a kettőnek a... az ötszöröse. Úgyhogy azzal a repcével mi megfogtuk az Isten lábát. Itt alul is van egy kis repce, azt látom. Vagy, remélem ez repce. Ugye repce? Repce hát. Ja, árpa is van, izé is van. Van nagy kukorica, hatalmas kukorica földjeink vannak. Azokat valószínűleg le fogjuk silózni akkor. Hú, jó ez gyerekek, nagyon jó. Viszont azt akartam megnézni, hogy... van-e nekünk... van a falpriktékünk 16.252 liter. Úgyhogy akkor azt megpróbáljuk, elviszük a MÁF-hoz, azt megnézzük, mi a szitu. Jó, ez learat. Most elmegyek a MÁF-hoz. Megnézzük, hogy mi lesz abból. Mennyire veszik? Bajatok, mennyire veszik, ha már egyszer. Falpritték. 1600, nem valami erős. Nem valami erős. Annyit megmondhatnátok, hogy miért a MÁF, miért nem vesz mást. Kell, hogy vegyen. Elvileg, hogyha nem megyünk, akkor meg fogjuk látni, úgyhogy tartsatok velem majd. Nagyon jó. Ja, egyébként Kristóf mondta még, őt is érdemes megemlítenem, hogy ugye a régi gépeket adjam el majd. És akkor ugye abból is lesz pénz. Hát a vége fele ugye azt is meg tudjuk csinálni, hogyha sok gépünk van, és mondjuk... az is beleszámít az árba. Eladom őket, az a lényeg. Ott jobb oldalt fent csalás nélkül, hopsz, és satúfék gyerekek. Majdnem túlment a hülye. Az a lényeg, hogy... csalás nélkül ott jobb oldalt fent 1 milliárd. 1 milliárd legyen, szóval... Na várjátok a fajfrittékot, azt hol fogom tudni kiüríteni, mert nem mindegy, ugye? Várjátok, nincsen izém? Nem volt nekem... Izém... Nem értem én ezt, gyerekek. Valamit én nem stimmel. Valami itt nem stimmel, van burgonyám, cukorrépem. Mert akkor hol vennék, érted? Hol vennék akkor? Gyerekek, legyünk kockáztassunk, vigyünk. Nem viszek a MÁF-hoz izét, burgonyát, cukorrépet, mert akkor meg átcseszek. Na hol van a falpritték dolog? Itt meg lehet nézni, ugye futószalag. Ez burgonya. Napraforgó, ugye azt ide kell behordani. Ugye itt úgy van, hogy le kell billenteni. Ott a falpritték. Várj, akkor falpritték hol? Itt mutat, vagy az nem falpritték? Hol a falpritték, gyerekek? Vagy nehogy már az is a sílóban legyen, mert megőrülök. Ott 10 év van, azt látom, az nem az. Hát megnézzük a sílóban, de szerintem nem a sílóban van a falpritték, nehogy már abban legyen. De várja, lehet, hogy izén van, lehet, hogy favágó telepen van, nem az? Meglessük itt, jó? Búza, árpa, repce, kukorica, napraforgó. Jó, úgy látom, hogy... úgy látom, hogy ez nem így van. Ha meg kéne keresni, az a baj, hogy időnk az semennyi. Egyik az befejezte a munkát, majd mindjárt ránézek. Nem tudom, hol a falpritték. Esküszöm, nem tudom, honnan lehet kinyerni a falpritékot. Ez megint mi? Ez mi is, mi ez? Halljátok, megnézem, mi van kiírva izére, telepnek az oldalára, vagy mi ez? Mi van itt? Mit lehet? Ja, oké. Ide lehet a krumplit, meg a répát. Krumpli meg a répa ide jön, ugye? Ide jön a krumpli, oda meg a répa. Jó, akkor itt nincsen.
Repce. Nem van a falpritékunk, gyerekek. Hát esküszöm, nem fogom. Lehet, hogy megszívott minket, mert lehet, hogy fönn van itt. Lehet, hogy ott fönn van. Gyerekek. Kockáztassuk, megpróbáljuk a krumplit elvinni a izébe? Máfhoz. Kockáztassuk, nem igaz. De várja, ez mi? De nem ez a falpritték, more. Jó, beállok ide, megnézem. Hogyha nem ez a falpritték, akkor megpróbálom krumplit vagy valamit. Egyébként mindig megszívattam magam, átmész az alatt a szigetelőszalag. Futószalag alatt, akkor baj van egyből. Na várjál. Aha, várjál. Érdekes, hogy... kirakorást ír. Amikor semmi nincs rajtam. Érdekes, hogy itt kirakorást ír. Itt elvileg akkor ki lehet üríteni valami csodát. De hát akkor hol lehet fel... nem tudom, hol lehet felvenni basszus a izét, falpritékot. Most bocsássatok meg, gyerekek. Aki tudja, az írja már meg nekem, mert én most hülye vagyok hozzá. A sílóban nem volt az hódzihar. Érdekes is lenne falpritték a sílóban. De várjatok, körülnézek még, gyalog megyek, mert itt lehet, hogy gyorsabb is. Hát itt biztos nincs futószalag. Na jó, itt ez nem lehet kinyitni? Nem lehet kinyitni, ez nem nyitható. Itt nincs semmi se, gyerekek, úgyhogy itt... Semmi se. Ez mi? Ez falpritték lehet? Lehet, hogy az, de lehet, hogy ott kell kirakni, de hát ez érdekes. Úgy kell fel... lehet, úgy kell felmerni ám. Kinézem ezekből. Jó. Hát akkor visszük a izét. Visszük a répát, jó van? Megnézzük. Visszük a répát, gyerekek. Csodálatosan megvan csinálva, imádom egyébként. Vigyük a répát, elvisszük a izébe, elvisszük a máfhoz. Most meglássuk, hogy mi a szitu. De jó nehéz a répa, bazze! De jó nehéz a répa. Tudom egyébként, ott meg befejezték a munkát, hát át kéne pakol... sok értelme... várjátok! Ez végzett. Jó, hát ezt vigyük el innen. És akkor izé rept táblára mind a kettőt ráállítjuk, jó? Az lesz a projekt. Elvisszük mind a kettőt repcézni. Azt szerintem szarrá keressük magunkat. Hát ez a rész, hogy nem egy olyan nagyon pörgős, sajnos, bocsánat. Ez ilyen. Nem tudom, azon gondolkozok, hogy ezt ki tudnám-e üríteni benn, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy ki tudnám. Ugye a búza, a nagy hangár a búzás. Ott, amit láttok, a kék tetejű. Úgyhogy lehet, hogy tudnám üríteni, de lehet, hogy nem. Úgyhogy nem megyünk be, hanem majd pótkocsira leürítjük. Hát most egy kicsit pihennek. Pihennek a kombájnok. Mennyi az üzemanyagunk? Jó, van benne még bőven. Kicsit koszosodunk. Jó, van kicsit rozsdásodunk. Minden szép. Minden jó. Mennyi van ebben? Hány? 28%. Hát már nem állítom neki még egy földnek. Legyen ez így. Szépen. Bemegyünk a falu határába mind a kettővel. Kiürítjük őket majd. Aztán akkor úgy visszük repcézni őket. Jó, gyerekek? Most, de mindenképp a répát el akarom, meg akarom nézni azt a mávot, mert ez idegesít, hogy miért nincsen ár máshoz. Pedig elvileg vesznek ott mindent, itt meg lehet kaszálni, gyerek, kaszáló van. Ja, ez is végzett, tehát a másik főd, de még nem, ott rohadjon meg. Rámegyünk szerintem a repcére, ott kihagyott a csáva egy rabot, mindjárt akkor ezt ráállítom, aztán akkor mehetünk tovább. Igen, ott elfogyott neki, mindjárt ezt ráállítom, azt jó van, jó világ, jó gyerekek? Ezt csikot már csapja le. Mennyi gyerek. Aztán akkor addig. Mihetjük az M10-ével. 82-es M10 nagyon bejövős egyébként. Ott van a vizé, ott van a bunker siló, minden. Azért nem jövök rá, gyerekek. Na itt ebbe lehet egyébként búzát ugye leöntözni. Látod, tesóm. Itt ebbe. Ide leöntözöd, azt telik rendesen a depóra. Föl lehet menni a tetejére, nagyon meg van csinálva. Jóféle ez a map. Most megyünk a máphoz ezerre. Megyünk a máphoz, ezt eladjuk. Tudom, kicsit... jó, tudom, hogy időigényes, hogy most ezzel tökölök, de muszáj. Jó, meg a vonatra marhára kell figyelni ezen a mapon, mert ez úgy eltipor, mint a szar. Ja. Na, erről beszéltem például. Ugye pont írta valaki, hogy ugye lakjon be az egész mapot.
Hát be fogjuk lakni az egész mapot már kapásból, ugye olyan földet fogunk aratni, azt a repci földet, amit büdös életben nem arattunk még. Nem foglalkoztunk bele, mindig itt ezen a vasútparton, itt szoktunk szórakozni, de hát hadd menjen akkor már rendesen a munka. Jó messze van a vasút egyébként, ezért is jó lenne a kamasz, hogy nem ilyen atom lassan jutnánk el egyik helyről a másikra. Igen, a 32-vel tud menni, nem tudom a kamasznak mennyi lehet a végre, biztos 70 minimum, úgyhogy felányi idő alatt tudnánk átérni, meg ráadásul van egy 40 ezres idejénk ugye, pautunk, azzal azért lehetne dolgozni. Egyébként ugye az a jó a nyerges vontatóba, hogy kettő póttal is tudsz dolgozni, mondjuk veszek két pótot, az egyik ott a főcélen, üríted a kombájnokat bele, esetleg még dollival ugye húzingálod a izét is. Várjál, itt vannak ám olyan helyek, ahol lehet eladni dolgokat, álljál meg, leállunk egy kicsit, mindjárt bemegyek ide az öreghez, hát, mit vesz itt. Mert ugye tényleg nincsenek basszus kiragva. Aha, itt lehet a szalmát eladni, nagyon jó gyerekek, várjál? Várjál, mit adott el itt? Itt tudsz bálát? Bálát, nem mindegy, nem szalmát, hanem bálát. Kicsit nem vagyok boldog. Mert a bálát tudod eladni, és a szalmát hamsterrel nem. Az nem jó, az nekem nem jó. Szalagfűrész gyerekek. Ázik, meg van rozsdásodva, hát meg a gatyák. Jaj te, hát micsoda izé ez, micsoda házikó. Nincs is ilyen kútba. Kútbe benne izé, bödörbe, rohad a bödör, jó van. Busz megálló rá senki. Túróruli ott van, menjünk a francba. Kíváncsi vagyok majd itt a dolgokra tényleg. Hát itt vannak érdekes dolgok. Ja, hát itt meg kell nézni basszus, mert úgy látszik, hogy izé... Nem írja máshol, például a bálát se abszolút nem írja, hanem ide el kell cühönöd neked. Itt is annyi föld van ám, hogy az itt őrület. Itt is van például, ugye itt például tudsz trágyát venni, rendesen be már a főpakolod, nem tudom, régi nézőim azért vágják, hogy miről beszélek. Az újak azok meg most szembesülhetnek vele. Ugye itt van a mávtelep, meg itt van a izé, itt van, ugye ott meg tudod rakni izével, hig trágyát tudsz venni esetleg, meg tudsz venni minden csuda jó dolgot. Ott meg lehet, hogy eladáson, várja, megnézem, állj, megnézem, mert tüzéptelepen, tök jó tüzép, hihetetlen, nagyon jó meg van csinálva. Itt ugye tudsz venni műtrágyát, ilyesmi, itt mit lehet? Deszkát tudom értékesíteni, látod gyerekek itt? Farönköt eladni, itt is lehet eladni a farönköt, bozzá. Na tessék, oppa, álljál le! Itt tudsz falprittékot eladni, tessék. És ez nem a mávtelep, álljál le. Ez nem a mávtelep, itt is tudsz. Az a durva, hogy ugye a mávnál írja például a falprittékot, és ez nem a mávtelep, hanem ez a tüzép. És innen még beljebb van a mávtelep, ahova írja a falprittékot. Itt lesznek olyan dolgok, ugye vannak ezen a mapon, amit tényleg úgy tudsz kiismerni. Na nincs ott abban a rohadt izébe, gyerekek. Na megnézzük a máv... Na látod-e? Vannak itt érdekes dolgok. Megyünk a izé mávhoz. Itt van, egyébként itt villanyt tudsz kapcsolni. Álljunk le. Kinyitom a kaput. Ipartelep. Beszarsz nagyon jó, imádom. Ó betű. Biztos nagyon sokan fogjátok, akik third verzióval játszatok, kérdezni, miért nem tudjátok nyitni a kaput, azért mert nem a legfrissebb verzió. Vagy hogyha eredeti is van, és nem tudod nyitni a kaput, akkor nem a legfrissebb verziójuk FS15-tel játszasz, le kell frissítened. Akkor fogod tudni. Na. Régi mávos vagonok. Na, itt aztán látjátok, el lehet ám adni mindent. Csak nem írja. Oda nézzél. Ez mi? Itt a falpritték, tessék. Ugye? Falpritték. És ez? Búza árpa, tessék, itt ezt is el lehet adni. Várjál, megnézem, hogy akkor nem-e fog... Várj, itt mi? Cukorrépa, tessék. Burgonya, tessék. És ott mi van? Ó, van itt gyerekek, minden. Van itt minden. Itt meg a izét, mi az? Gyapjú, jó, oké. Végignézem, gyors pikpak. Tudom, egyébként ez a rész, ez nem annyira hatékony, de hát így meg kell ismerni. Igen, deszkát itt is el tudod adni. Érdekes, nem írja az árát sajnos, úgyhogy ez tapasztalatból. Rönköt is itt is el tudod adni. És most se írja? Azt meg akartam nézni. Máv. A mávnál, oda nézzé, nem ír semmit. Nem írja. Csak a izét írja, a falprittékot. Nem írja ezeket, nézd oda. Tényleg nem írja. Ez itt nincs semmi.
Úgyhogy ez sajnos ez így lutri fogalmat sincs mennyire veszik. Nem, például most ugye ki fogjuk próbálni, megpróbálom eladni a cukorrépát. Vagy mi ezt a kormányrépa, szerintem inkább nem cukorrépa. Ez mi volt? Ez lesz az. Kirakodás Q, tessék. Na. Ugye kiderül. Ugye 5,5 lit... jó, hát ez nagyon szarába veszik. Hát, ez olyan 1800 körül volt. 1000 literje, talán. Hát ezzel nem megyünk a bucsúba meg, mert ráadásul marha messze kell hordani. Hát nem nyerő gyerekek, nem nyerő. Nem volt nyerő. Jó, megyünk haza. Ott van a kis piros, oda nézzél, piroska. Ki van sikladva oda? Benne áll a izébe, olajos hordók között. Jó van gyerekek, legalább ezt is tudjuk. Hát ezzel nem gazdagszunk meg. Inkább neki ununk a reptáblának, annak a marha nagynak. Erősen gondolkozok még egy kombájnon, amit elég hamar össze tudnánk durrantani. És akkor ugye három kombájnál tudnánk azt a nagy reptetáblát aratni. És akkor már még hatékonyabbak lennénk. Előbb-utóbb mindenképpen kellene több kombájn venni. Ezzel még el tudnám látni három kombájnak, főleg ugye jó közel a faluhoz. Úgyhogy lehet, hogy azt csináljuk, hogy még egy kombájn. Három kombájnnal veretjük, mint az őrültek, aztán akkor... Hát ezzel a pici pótkocsival hordom, mint az állat. Szerintem gyerekek azzal a repce táblával három kombájnnal meg lehetne a biznit. Szerintem. Én azt mondom nektek, hogy azzal meg lehetne a biznit. Azt kellene csinálnunk. Azzal megtudnánk a kamaszt. Azzal a repce tábla szerintem letermelne nekünk annyit, hogy a kamasz meg lehetne. Kamasz kell mindenképp. Nem, tényleg ifát nem. Ifa is lehet majd, de most egyelőre nem. Először izé legyen gyerekek, először. Először legyen meg a izé, legyen meg a kamaszka. Igen, az a repce tábla, szerintem kijön abból 270 ezer. Főleg a repcéből. Hát az ugye tudom egyébként, hogy az nem olyan, nem adja annyira, viszont ugye jól veszik. És akkor kamaz, szépen 40 ezer literes póttal. Azzal lehet hordani, és akkor veszel még egy pótot, akkor meg tök jó el vagy. Két dolgot is tudsz vele hordani. Meg ugye tényleg akkor lehetne azt is csinálni, hogy szépen lerakjuk a föld szélébe kamaznak a pótját. Abba szépen ürítgetnek a kombájnok. A másik esetleg a kamaz, és még egy póttal meg esetleg tudunk silózni. Ugye akkor tudunk, mert ott mellette kell lenni, azt nem tudod automatán csinálni, ott mellette kell lenni mindenképp a géppel. Ja, az lesz gyerekek, tudjátok, mint az lesz. Na, hosszú távú projekt következő. Bunkersiló közeléből lévő kukoricákat ledaráljuk, lesilózzuk. Be a bunker silóba. Szilásnak. Várj, azt nem lehetett aladni a mávná se, ugye? Na várjatok, álljál le, keeper, már megint nem jó. Valaki mondja meg, hol lehet aladni ezen a rovat mapon a izét. Azt. Hol lehet eladni? Vagy egyáltalán el lehet eladni, mert ugye a mávná például nem láttam olyat. Nem tudom. Jó, gyerekek, ide jövünk. Kettő kombájt leürítjük, mint az húzat. És nekiállítunk izajani. Jaj, ne! Mi volt, az tuskó volt, bassza meg! Na, még föl is ugrattunk rá. Jaj, gyerekek, ne! Jaj, ne! Sérültünk. Ott van egy ág benn, vagy egy izé. Ó, te fiú, látjátok? Már megint a hülyeség. Ó, te... Jó, nem... Ki kéne valahogy ráncigálni. Valahol itt van benne egy ilyen nagy becek. Ott van, látod? Ott van, és fönt felugratott rá a pótkocsi. Pont felugratott rá a pótkocsi. Megpróbálok valamit kikunsztolni itt. Hát ezt most nagyon beszívtuk. Ezt szerintem bevette az izé. Fölpattant rá és bement a keret. Ó, ott van a kerethez. Bement az alvászhoz. Jaj, Sanyi. Hát ez nem jó. Na, leugrott róla. Ott van az a... Ott van... Nehogy most meg az izéhez!
Ide be a háromszögbe beküldtem, mert akkor megbolondít. Nem, jó, várja. Az MTZ ott te fért. Jó, oké. Gyerekek? Ott az a rohadt tüzé, mi az? Nyársfacsemete vagy mi a franc? Oda nézzetek, az MTZ kapott 9%-ot, a izé a... pautunk az meg... megint sokat. Jó, ez meg leálltám közben, azt azért van itt. Kikapcsolt a motort, okos volt, gyerekek. Mivel nyitja? Ó, gyerekek. Mivel nyitja a csövet? Csőkje? Ó, hát akkor... Ő, gyerekek, van itt egy-két izé. Van itt egy-két dolog. Jó. Egyik üritve. Másikat is kiürítjük, de jól néz ki ott. De szépen végeztek. Ezek kicsapta a csövét. Mint az állat. De ez szerintem lehet nem fér bele ráadásul. A mér is. Nem fog beleférni, tuti. Nem baj, gyerekek. Belefér, nem fér bele, belefér, nem fér bele, nem fér bele. Ó, nem fér bele. Nem fér bele, mennyi maradt ebbe, barátom? 18%. Jó. Mindegy, megindulunk vele. Megindulunk vele lepceföldre, mert köll. Útközben megállok vele szépen. Aztán, várjátok, hova kell? Ja, faluközpontba bevisszük mind a kettőt, meg kiürítjük ezt. Figyelni kell itt a dolgokra, gyerekek, nem lehet itt száguldozni, mert bajok lesznek. Bajok. Faluközpontba megállunk, még ezt ki kell üríteni, ugye félreállok valahova. Ja, hát ennek a izője, a vágóasztalja sérült. Ez volt az, amelyik ugye neki vezette a munkás, gépi munkás. Hát figyeljetek, az, hogy gépi munkásra dolgoztatok, ez lehet egy ilyen hátulütője annak, hogy ez megtörténhet. Várjatok, félre kéne állnom valami szép helyre. Ez jó, ide mondjuk félreállok, itt te félek. És akkor itt ki is dobom a csövet. Meg a másikat is idehozom. Ez már ki van üridve, jó lesz ez. Cső vissza. Autokombány kikapcs. Ezzel meg beállok mögé, aztán akkor visszük ki utána őket repcét aratni. Veszünk még egy kombit, gyerekek. Veszünk még egy kombit, és akkor három kombány azt a repcfődet ledurrantja nekünk. És az abból meg lesz szerintem a kamaz. Mennyibe kerül? 180 ezerbe kerül a kamaz, meg 90 ezer a paut, ugye? Ja, új more. Nem lesz egyszerű móka, ez se azért. Jó. Nem lesz egyszerű móka. Hát igen, lehet, hogy... Ja, meg így küldtetek egy nagyobb klassznak a izéjét. Talán egy megállnak a linkjét. Azt is valószínűleg be fogom rakni még drágábban. Csak akkor lehet, hogy már ott leszünk, hogy ugye a klassz izét, dominátort meg már nem nagyon akarja megvenni az ember. Jó, klassz meg egyébként még belefér, az mennyi? Hányos évek között? Ezek 90... 90 valahánytól? 2000-ig? Még meddig voltak a megák? Nem tudom pontosan ám. És mikor kezdték el gyártani? Nem akarok olyan... ilyen 2000 sokas években itt nem akarok berakni. Meg az szerintem még az pont elfér. Jó, eladjuk. Félreálltunk be, ezek kocsma előtt kellett volna megállni, gyerekek, nem igaz? Hát ez cső, az nem igen jött ki, jó van. Vagy mindjárt. Meg mindig öngyilkos jelöltek itt mászkálnak. Meg a csajok, mi? Azok nagyon bátak egymást megé. Futtatják magukat a lányok, gyerekek, futtatják magukat. Búza idejön, aztán repceművelet lesz. Repceművelet lesz. Három kombájnal természetesen. Egyébként azon filózok, most megint egy kicsit itt gondolataimba belemerültem, hogy hát ki kéne hordanom egyébként farmolom még a cuccokat, mert akkor az úgy jobb lenne. Lehet, hogy elmegyek a farmra. Lehet, hogy össze kéne kapnunk a izét, még egy kombájnak az árat, és akkor három kombájna szépen elkivonulnék. Megnézem, álljál meg egy pillanatra, mind van, búzánk van. Van 8000 liter búzánk benn, gyerekek. Van 8000 liter búzánk, 17000. Ebből egyébként ezt el kéne adnom. Azon gondolkozok, hát a kukoricát... Itt más nem tudok eladni? Álljál meg. Szerintem nem.
Itt például csak azt hiszem a tojást lehet eladni, sőt, várjál, mit lehet itt eladni? Burgonyát, figyeled? Burgonyát, tojást és tejet. Ne, ez az érdekes. Hogy például itt is veszik a burgonyát. Ne. Burgonyát itt is veszik. És annyi gyerekek, és annyi, ezt... És annyi. Nem megyünk. Beordjuk a búzát, meg mindent ide. Meg akarom menni a harmadik kombányt, és úgy akarok nekiállni, három kombájnal akarok repcét adatni. Hát, bocsánatot kérek, hogyha azt gondoljátok, hogy sokáig tart a videó. Beordjuk. Közben anekdótázunk egy kicsit, nem is tudom, hogy mi jut eszembe erről az egészről. Mármint most az ideje a TS-ről, maga a TS-telepről. Fú. Egyébként megmondom őszintén, az előző részben meséltem ugye, hogy a faterral szoktunk járni mindig. Felejthetetlen élmény volt. Nem tudom, nagyon irigylem azokat, akik most olyan fiatalok, mondjuk, hogy 11-12 évesek, és főleg, hogyha így például hasonlóképpen vannak például, mint én annó a faterral, hogy nem tudom, nekem egy élmény volt mindig az, hogy reggel felkelni hajnalba. Mi egyébként tipikus falusi paraszt családból származunk, és reggel felkeltünk, és akkor elballagtunk, vagy kiballagtunk. Valamikor a fater nem hozta haza a traktort, amikor hazahozta, akkor innen indultunk tőlünk. De valamikor nem, hanem odébb egy kicsit. Egy ilyen ház előtt állt. És akkor elmentünk, ugye például télen jó hideg volt. Hát nem is tudom egyébként. Annyira változik a világ. Szerintem most egy ilyen gyámügyesek elvennék gyerekek a kisgyereket a szülőktől, hogyha jó elnézést. És az igaz is, hogyha például egy ilyen, azt látták, hogy a reggel 5 órakor megy a, mit tudom én, 10 éves vagy 8 éves gyerek, vagy még annyi se, aztán beül a traktorba, aztán indulnak, aztán ide-oda mászkálnak, meg hát ugye nem volt legális szerintem, hogy... De soha nem büntetett meg rendőr, soha nem büntetett meg rendőr minket. Mert ugye mindig benültem a kabinba, kicsi gyerekként, hát nem tudom, régi világ full más volt. Egy az, hogy ugye mindenki ismert mindenkit, a rendőrök is, ugye a körzetes rendőr ismerte a traktorosokat. A traktorosokat például, meg az ETS dolgozókat full nem állították meg. Nagyon sokan voltak olyanok, akik ugye ittak. A fater egyébként, amikor vezetett, sose ivott. De voltak olyanok, akik ittak, ittak egy-egy sört, amikor traktoroztak. Egy az, hogy ugye mentek ilyen 40-nel ezek a gépek. Nem volt olyan nagyon baleset veszélyes, meg nem is volt annyi autó, meg nem is volt ez a száguldozás. Ugye Lada meg Trabant korszak volt, talán sose volt baleset a faternak, de nem is állították meg őket. Nem, ez olyan volt, hogy gyakorlatilag egy cég volt, ugye. Most a rendőrök azok úgymond az államnak dolgoztak, a traktorosok is az államnak dolgoztak. Igazából, hogyha valószínűsítem, hogyha esetleg a rendőrök elkezdték volna cseszegetni, ugye, mint ahogy most teszik a traktorosokat, mondjuk, hát az, figyelj, az olyan, mint az egyik zsebébe belenyúlna a rendőr, vagy az állam, és akkor kivenni a pénzt, és átrakna a másik zsebébe, mert ugye mondjuk megbüntetnék olyan ér, hogy mondjuk a nem jó a lámpa gépen, az valószínűleg ugye a munkáltatót csesznék meg, ami a munkáltató az állam volt, és akkor most ez hogy, most mi történne, hogy történne, hogy jaj, hát a rendőrbácsi megbüntetett, ki kéne fizetni ezt, mert meg kell csináltatni azt, hát ezek hülyék, hát mit büntetnek meg, szerintem a rendőrt inkább lecseszték volna, hogy te normális vagy, Sanyi, hát nehogy már megbüntesd a Józsit a traktorral, hát büszi be az a marhának a silót. Hát ne legyen hülye! Normális! Érted? Nem volt ilyen. Kombájnosokat meg ilyen nem állítottak, meg nem cseszegették. Elfoglalta az utat? Elfoglalta az utat. De az volt, meg volt a prioritás. Ennyi, a kombájnak el kell menni aratni. Nem az, hogy most
szidják a kombájnokat, mert elállják az utat, meg nem is tudom milyen mentalitás van, meg hát úgymond régen tényleg a traktorosok, meg a kombájnosok, meg a többi, mindenki ugye, mindenkiért dolgozott, mert állami cég volt, az állam, az volt az állam. Minden hozzá. Nem is tudom, el tudja képzelni valaki azt, aki nem abban nőtt fel, hogy nem volt magántulajdon. Nem volt magántulajdon. Nem volt olyan, hogy a házad, amiben laktál esetleg, meg a kis kerted, konyha kerted, az volt a magántulajdon. Nem volt földed. Nem volt olyan, hogy neked gazdaságod lenne. Nem volt az, hogy magángazda. Nem volt az, hogy magángazda traktorral szántott, és akkor mit tudom én, nem volt. A privatizáció után akkor lett. Eladtak mindent borért. Hát, nem is ebben nem megyek bele, gyerekek, mert itt nagyon csúnya dolgokat itt elkezdek mondani, és nagyon kezdek utálkozni, de az a lényeg, hogy, ja, el is tudják képzelni. És nagyon jó volt egyébként az, hogy nem volt magántulajdon valamilyen szempontból. Például, azt se tudjátok elképzelni, hogy nem voltak úgymond olyan márkák, amik így konkurenciák lettek volna egymásnak. És akkor kombájt meg ki tudjuk üríteni. Például a tej nem volt márkája. Rá volt írva tej. Tessék. Nem az, hogy volt 50 fajta tej, és akkor egymással versenytek. Volt tej. Kész. Volt turista szalámi. Meg volt olasz szalámi. Volt párizsi. De nem voltak márkái. Nem volt az, hogy kométa. Nem volt az, hogy ez meg az. Hanem párizsi volt. És mindennek tök jó, nagyon jó voltak. Emlékszem, nem tudom, akik is régebbi, vagy öregebb, idősebb emberek, azok emlékeznek rá, hogy... Emlékeztek ti a vadász szalámira, hogy milyen volt a vadász szalámi? Amikor ilyen nagyon nagy erős, tök jó húsig voltak benne, meg ilyen kis zsíros részek, meg húsos részek, így váltogatták egymást. És szerűen iszonyatosan jó volt. Most meg a vadász szalámi az ugyanolyan, mint az olasz. Meg ugyanolyan minden saprani. Ez összes pontosan ugyanolyan ízű, pontosan ugyanolyan állagú. Szar az összes. A régen nem ez volt. Fú. Reklámok voltak. Volt olyan reklám, hogy hurka reklám. Nem volt márkája, hurka reklám. Nézzétek meg a izén. Gyurka, hurka, véres, hurka, bla 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 bla. De és tényleg az arról szólt, hogy vegyél hurkát, ennyi. Nem az, hogy ilyen hurkát vegyél, olyan hurkát vegyél, hanem vegyél hurkát. És azt figyeljetek, akik mondjuk megcsinálták, mert voltak üzemek, ugye volt mondjuk a zalahús. De hát volt egy neve, volt a ruhagyár. Ez volt a ruhagyár. Volt a ruhagyár, ami még meglepő ruhákat gyártott, és ennyi volt. Nem is tudom milyen zakó, mert meg ilyenek voltak, de... Ennyire rossz helyen állok, nem már, bazeg. Nem ültem volna neki, hanem... Most miért nem ürít? A búza van benne rajtunk, nem? Vagy mi van? Gyerekek, kezdek megvadulni. Utálok forgozsámolyosat tolatni, és most még rám kényszer... De most ez mi? Nem hiszem el, hogy rossz helyen állok. Nem búza van ezen a kotlába, vagy mi van? Hát ez nem... Na, ott a sarkán. Jó. Ott a sarka! Jó, abban úgyis üres volt. Jó. Ja. Úgyhogy nem voltak olyan márkák. Hát voltak márkák, például volt videó, Tisza cipő, meg videó. Igazából ugye Magyarország is, mint minden... Nem kommunista, de kommunista ország, mert... igazából... Nem szépítjük, az volt. Ugye szocialista volt, de kommunista volt igazából. Ugye mint a kommunista ugye az arról szól, mint kommunába élnek, kommuna. Az azt jelenti, hogy elzárt közösség, ahol mindent magának termel meg az adott közösség, akár lehet az egy ország is, vagy egy csoport, egy ország csoport esetleg, szövetség. Tehát Magyarország is úgy volt, hogy mindent maga csinált. Buszttól elkezdve a tejig. Igazából mindent. A cipőt, a tiszacipőt, akkor a
különböző ruhákat, az akókat, a különböző ételeket, gépeket, mindent. Mindenre volt, mindenre volt cég, mindenre volt egy gyár, ahol meggyártották. Meggyártották a hegesztőgépet, lángépgyár, meggyártották a vagonokat, meggyártották a traktorokat a Rába gyárba, meggyártották a buszokat az Ikarusznál, meggyártották a tutrákat, mindent mi gyártottunk. Mi gyártottunk magunknak. És emiatt jó minőségűt akartál csinálni valamennyire, mert úgyis te fogtad megvenni, mert te más nem vehettél, maximum meg a barátaid, meg az ismerősed, meg az egész rohadt ország nem vehetett másfajta cipőt esetleg, mint tiszta cipőt. Vagy esetleg úgy más márkájú, de úgymond, volt márkája, de gyakorlatilag nem olyan márkája volt, hogy most ezek konkurenciában meg nagyon sok márka lett, hanem volt egy márkája, mert még a Cisza cipőnek nevezték, az csá, de nem akartál te szart gyártani, mert úgyis, meg nem akartál kajába se szart gyártani, mert úgyis azt vetted meg, azt vették meg az emberek, a haverjaid, az ismerőseid, meg mindenki, és hát nem is lehetett olyat gyártani, mert akkor beszólt a párt, hogy hát milyen minőség ez, mindig ellenőrizték. Jó, megyünk még egy karikát, mert van még, amit el kéne hordani, és tényleg még nagyon sok mondandóm is van. És jókat gyártottak. Például elektronikában is, ugye volt az Orion is, meg volt a Videoton is, amik jó minőségűek voltak. És ugye mivel ez a szocialista blokk, ez nem csak egy országról szólt, hanem ugye volt itt pár ország még, ezért így az áruk a szocialista blokkba így cserélődhettek, tehát ugye megjelentek a Tesla termékek, amik ugye azt hiszem csehszlovákok voltak, ott Videotont használtak, akkor az Ikarus buszok ugye elterjedtek, még Szovjetunióban is voltak, tehát így a szocialista blokkon belül azért cserélődtek, Dacia-t kaptunk, Moszkvicsunk volt, Ladánk volt, úgyhogy minden szocialista termékek azok így cserélődhettek, mert az is ugye magának ember, az egész kommunának része volt ez a pár ország, ez a jó pár ország. Szóval, de egyébként rengeteg dolgot, mindent meggyártottak, és jó minőségűeket, például most a izére akartam kitérni, ugye az Orionra és a Videotonra nagyon jó minőségű, nagyon szuper hifi cuccokat gyártottak. A tévékben nem annyira voltak jók, de viszont azért a hifik azok még mindig ott vannak, gyerekek. Na nézzük, hogy mink van még. Hát a kukoricát nem is tudom, hol lehet. Árpa. Gyerekek, meg kell nézzem, mert be vagyok keveredve, álljál meg. Mit lehetne jól eladni, azt mondjátok meg, hát amit legjobban lehetek. Kovács József a búza, gyerekek, kakarica, várjál, de itt most már megint miért? Kelemen Roland, árpa, gyerekek. Ha jó van, mindegy, úgy látom, akkor vigyük az árpát. Tök mindegy, sorba, árpát, Kelemen Rolandnak az árpát, jó? Ja, hát ez ilyen volt, srácok. Ilyen volt ez a rendszer, és ott beszéljek megint hülyeségeket. A retróról akartam beszélni, nagyon sokat gondolkoztam, én nagyon szeretem a retrót, és ugye mivel nem volt ez a rengeteg márka, amit ugye az előbb is beszéltem, ezért a lakberendezésbe és a különböző dísztárgyakban se volt nagyon nagy választék, hanem szinte az összes lakás ugyanazokból a néhány termékből építkezett fel, mármint úgy értem, hogy interiőr, mármint beltér, tehát ilyen lakberendezés szinten. Ugyanazok a retro órák voltak, ugyanazok a bútorok voltak, ugyanaz a falvédő volt, ugyanazok a háztartási gépek voltak, ugyanazok a hifi cuccok voltak, ugyanazok a tévék voltak. Nem volt belőlük sok fajta. Ezért ugye a retro, ami a 80-as, 70-es, 80-as, 90-es, vagy a 60-as, 60-as, 70-es, 80-as, 90-es években volt, gyakorlatilag mindenkinek ugyanazt jelenti, meglátsz egy terméket, meglátod a szokorrádiót, mindenkinek ugyanaz a szokorrádió, ugye, ami szokorrádió, nem is tudom most milyen gyártmány volt, talán szlovák, vagy nem tudom pontosan mi lehetett, de
Az a lényeg, hogy mindenkinek volt. Mindenkinek volt ugyanaz a fajta órája, mindenkinek volt ugyanaz a fajta bútorja, ugyanaz a fajta gyerekbútor, ugyanaz a fajta szekrénysor. És emiatt... Kelemen Roland, várjátok, az hol van, mert most belekeveredtem. Kelemen Roland balra. És közben náthás vagyok, és nem találok papír zsebit. És emiatt tényleg mindenkinek meglátja azt a terméket, megmutatom a négy gombos zenélős órámat, megmutatom mondjuk akárkinek, aki abban a korszakban élt, mindenki tudja, hogy mi az. Viszont az új generációktól ez is el van véve amiatt, mert egyszerűen annyi fajta cucc van, hogy nem biztos, hogy egy mondjuk te gyerekként felnősz és neked van ez a G.I. Joe figurád, meg van ez a kis autód, meg van az a kis autód, meg van ilyen könyved, meg olyan könyved, és azt mondjuk, hogy te el is raknád, és megmutatnád valakinek később. Lehet, hogy 1000 emberből, vagy 10 000 emberből csak egy lesz olyan, akinek szintén ugyanazok a termékei voltak, és ugyanazzal a nosztalgiával tud visszagondolni azokra a termékekre és arra a korszakra, amiatt mivel ezek a termékek nem széles körbe elterjedtek, hanem már szeparálódnak. Tehát lehet, hogy mondjuk van 100 gyerek, mondjuk 10 éves, tök más. Tök más az érdeklődésük, tök más tévéjük van, tök más szobamutorja van, tök más szőnyege van, tök más játékokkal játszik. És emiatt... emiatt teljesen más. Az a retro, ami tényleg abban az időszakból maradt fent, és a mostani. Mert lehet, hogy neked majd, mondjuk 10 éves vagy, és 30 évesen neked azok a termékek, azok azt ugyanazt jelentik, mint nekem azok a termékek. De amik nekem a retrót jelentik, az az egész országnak a retrót jelenti, de lehet, hogy az meg csak neked fogja jelenteni. És nem lesz ugyanaz a feeling, amikor megmutatod azt a terméket, hogy én ezzel játszottam 10 évesen, mi a franc? Hát én nem is emlékszem erre, nem is volt ilyen? De amit én megmutatok mondjuk, hogy amivel játszottam 10 évesen, arra mindenki, az egész rohadt ország emlékszik, mert mindenkinek az volt, nem volt más. Ez valahol egy kicsit szomorú is, de valahol szerintem ez a korszak, én nekem nagyon, nagyon tetszik ebből a szempontból. És ez tényleg mindenben így van, az autóban is. Az autóból talán volt 10 márka, de ez az autóban. Ugye, még voltak a régi szociárművek, ugye voltak a Ladák, voltak a várjál. Ajajajajajaj, de várjál, jó helyre vittem egyáltalán? Biztos jó helyre vittem, ugye? De várjál, mindjárt. De most belekeveredtünk itt, na. Voltak a Lada, volt ilyen Moszkvics, esetleg Jugó, Dacia, Trabant. Most hadd gondolkozzak, mert már tényleg nem tudom. És tényleg ki kéne fújnom az orrom, és nem tudok itt rohadt papír zsepit. És így lehet, hogy egy picit itt keresgélni fogok. Appá, itt van egy... Közben kisiklott a traktor, várjátok, kifújom az orrom, aztán dumálunk tovább. Rohadt hosszú a videó. Nem ilyen, van itt valaki, aki még itt van. Aki itt van, az írjon egy tyukot, légy szíves, hogy tudjam, hogy egyáltalán valaki eljutott eddig a videóba. És itt van velem. És érdekli talán ez a téma, amiről beszélek. Nagyon szeretek beszélni, és egyébként nagyon elkap, nagyon elcsip ez a millió, meg ez a traktor, meg ez az egész ez az alsó újlak, ennél jobban engem nem tud becsipni semmi. Ebben a régi korszakban egy map se, egy játék se, és egy rohadt Farming Simulator 19 sem. Nagyon tetszik a Farming Simulator 19, de viszont ez a feeling, amit ez a 15 ad, és ez a map, és ez az egész így, ahogy van, ez nagyon ott van. Ez nagyon el van találva, ez nagyon-nagyon tetszik. Meg ez a map, tényleg, ez az egész, ezek a házak, ezek a fák, ezek a táblák, ezek a rohadt oszlopok, amik ezek a lyukacsos szarok, minden, ami, ahogy így van, ez nagyon-nagyon ott van. Nagyon ott van, nagyon 90, 80-es, 90-es évek. Igen. Egyébként az biztos az a generáció, aki fiatalabb is nézi ezt a videót, az csodálkozik azokon, amit mondok, de nem tudom, hogy mennyire érdekli őket. Lehet, hogy vannak, vagytok páran, akiket nem érdekel,
vagy lehet, hogy néhányan meg rácsodálkoztak, vagy pedig hallottatok is ezekről a dolgokra. Tényleg nyugodtan jelezzetek vissza, hogy mennyire érdekel benneteket ez, vagy mennyire nem, mert nagyon szívesen beszélek ilyen dolgokról, és mégse arról szól csak a videó, hogy megyek aztán csinálom. Ja, így rossz fele jön a Keeper gyerekek, rossz fele jön, itt meg már marhára nem fog tudni megforrulni. Biztos nem ide kell hozni, most már akkor lehet, hogy mégis csak ide. Kovács Józsa, mi az árpa? Árpát meglessük, jó? Árpa, mennyi? Kovács Józsa nem is veszi gyerekek, úgyhogy akkor ide marhára nem kéne hozni. Ugye megfordulunk, oda nézzetek, ott vezet ki egy földes út. Csodálatos egyébként. Ez a map egyébként nagyon nagy, nagy is ez a map. Ahhoz képest, mint a többi szerintem, azért nem gyenge. És itt is át lehet menni, figyeljetek, földes útok, erre, arra, nagyon jó. Meg vannak olyan részek, ugye, ahol ilyen vízbe süppedős dolog is van. Tetszik nagyon ez a nap. Jó, meg van csinálva, hát itt elmegyünk, bocsássatok meg gyerekek, legalább megnézzük, itt azt hiszem, itt van valami, ami ahol le lehet adni dolgokat. Oda nézzetek is, nincs is kirak, de figyeld meg, nincsen kiragva a térképre, és fogalmat sincs, de itt valamit lehet venni. Asztalos üzembore. Akkor itt valószínűleg, hogy oda néz, deszkafa, ilyesmi, ugye? Aha. Rönköket, feldolgozott rönköket, meg még ráadásul erdőbe kivágott fát is tudsz itt eladni. Egyébként itt is az alapfűrész van, mi? Meg a bugyogók. Jó, hát mentünk egy kört, bocsász gyerekek. Jó van, oké, jól van, oké, jól van. Bocsász fakereszt, meg nem fog tudni kivenni, more. Hát, rá kell mennem a páfrányokra, bocsi. Jó van, oké, nem történt semmi sem, úgy látom. Hát jó magas a patka, hogy rohadjál meg. Várjad, óvatosan azért. Hoppa! Jó van. 1% bement megint damage-ra izének, az MTZ-nek. Jó, hülye volt a Keeper. És megint majdnem elmegy arra, figyeld. Fogtátok a fejeteket, mi? Gondolom. Jó, még egy kombájn, azt vegyük repcét alatt 1000-re. Hát bocsánat, hogy ilyen hosszú a videó. De ez ilyen. Fú, meg hú, annyi minden változott egyébként, annyira mindenről beszélnék szívesen, és nem tudom mennyire érdekel benneteket. Az a baj, hogy ez a nagyon kényes társadalom, ez már néha túlzás. Egyébként itt megírjam jobb oldalt, hogy mikor lehet billenteni, csak annyi esze nem volt a Keepernek. Na, tényleg minden annyira túlságosan, mindenki rinyál, mindenre kényesek az emberek. Megértem, persze fejlődés van, meg empátia, meg minden csuda jó dolog van, meg mindenre ki kell találni valamit, mindenre kell találni valami szabályt, meg mindent szabályozni kell agyba főbe, hogy nehogy. Egyébként elmondom nektek, szerintem az a régi komcsi rendszerben, amit azt mondták, hogy átkos, és hogy minden szabályok közé volt szorítva az ember, és hogy jaj, meg kellett lapolni. Hát rohadtul nem volt ennyi szabály akkor, mint ami most van, mert most már tényleg mindenért megbüntetnek, mindent úgy kell csinálni, hogy nehogy. Meg a bürokrácia, ami most van, szerintem sokkal rosszabb, mint ami akkor volt. Persze akkor is voltak csúnya dolgok, de azért most is vannak. Hát igen, néhányat kell fordulni, bocsánatot kérek, biztos nagyon untat meg beteget, de meg elérjük, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy akkor még egy fordulat hozok, hogy mert miért ne? Megnézem, hol tartunk árpa ügyileg. Jó, az árpát még akkor hozok, még egy forduló árpát, meg már pörgetek az időben, nem tudom miért, majdnem rosszat nyomtam szerintem. Aztán akkor következő részben folytatjuk, 3 kombájnó aratás, mert most már videón kívül nem fogok semmit csinálni, azt megmondom, úgyhogy ha 800-szor kell megfordulnom minden, akkor is ezt sajnos végig kell, hogy nézzétek, nem akarom azt mondani. Aja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 j
bármilyen szinten is. Ja, hát igen. Ja, ez a rengeteg szabály, arra akartam kitérni. Például megmondom őszintén, én nem vagyok, és ez függetlenül attól, hogy valaki dohányzik vagy nem, de én nem vagyok azzal kibékülve, hogy például egy csomó helyen tiltják a dohányzást. Ezt most elmondom, én nem, tényleg nem vagyok nem vagyok dohányos párti, meg nem tudom, hogy ez káros, meg minden, meg csúnya dolog, meg egyéb. De például az, hogy a vendéglátóipari egységekben régen, mindjárt ki fogok térni, most biztos megbosztránkoztok, hogy jaj, mert ne kelljen füstölni. Régen, én szerintem 20 évvel ezelőtt azt mondtam volna egy embernek,
főleg egy idősebb embernek, hogy lesz, el fog jönni az a nap, amikor a kocsmákban nem lehet rágyújtani. A kocsmákban, most én nem éttermekről beszélek, meg nem különböző kávéházakról, vagy bármilyen cukrászdákról, vagy ilyesmiről, hanem a kocsma. Nem is presszum. A kocsma. A kocsma. Az a kocsma, ahol az emberek, ahol nem jár nő, hanem oda izék járnak, inni járnak az emberek, fröccsöt isznak, sört isznak, kártyáznak, babasznak. Azokban a kocsmákban se lehet rágyújtani, hanem az bejárattól 5 méteres körzetben emelhetsz rágyújtani, vagy a kijelölt dohányzó helyen, ami nem ott benn van. Hát ez szerintem, ez nagyon gáz. És az, megértem, hogy vannak emberek, akik nem akarnak cigifűst belenni, de ahogy az se, hogy külön dohányzó helyiség, mert egy időben az volt ugye, amikor megkezdték bevezetni azt, hogy lehet, hogyha külön megvan, ki van jelölve, dohányos rész, nem dohányos, most már az se lehet. Gyerekek, megérett a világ a pusztulásra, esküszöm. Megérett a világ a pusztulásra. Meg ez az őrült egészség, ilyen egészség, olyan egészség, mánia, amikor tényleg... Tudjátok, mi múlik az egészség? A genetikán. Semmi máson nem múlik az egészség. A genetikán, meg esetleg a stresszen. Ez a kettő dolog, ami leginkább tönkreteheti az embert, vagy pedig éppen élteti. Gyerekek, nekem a fatalom... Szokott inni. Mondjuk így. Nem evett egészséges dolgokat. Soha. Az élete nagy részét úgy élte le traktorosként, hogy 2 doboz szimfónia a minimum. És... Szegény nem olyan rég már nem él. Nagyon-nagyon durva kort élt meg. És vannak olyan emberek, akik hót egészségesen élnek. Rengeteg betegségünk van. Tényleg, ez gyerekek, ez genetika. És az ellen nem tudsz mit tenni. Meg hát igazából stressz. Hát figyeljetek, azt senki nem mondja, hogy mit tudom én. A különböző gyárakban, ahol robotként dolgoznak az emberek és olyan körülmények között. Nem arról beszélek, ahol én dolgozom, mert ott jó körülmények vannak, hanem voltam olyan helyen például a Győrénemakban, ahol olyan extrém durva káros anyagok vannak, meg gőzök, meg minden is, abban dolgoznak az emberek, azt nem mondják, hogy azt ne csinál. De amikor megeszed a izét, a sajtot mondjuk, akkor jaj, abban benne van, amit tudom én, milyen tartósítószer, az milyen káros. De amikor 12 órában nyeri az alumínium gőzt a csávó a gyárba, az nem számít, ugye. Úgyhogy, ja, vannak itt érdekes dolgok, de szerintem ezzel zárom a videót, kezdtünk egy kicsit elmenni a témától, a farmingtól, de remélem, hogy itt azért élveztétek ezt a kis beszélgetést, ami egyoldalú volt, tudom, de én mindig úgy érzem ilyenkor egyébként, amikor beszélgetek veletek, vagy így beszélek hozzátok, hogy kicsit olyan, mint hogy ott lennék veletek, mindig, mint hogyha most tényleg, hadd mondjam el ezt még, tényleg, aki akkor gondolja, kapcsolja ki a videót, de olyan, mint hogyha minden egy emberrel ott lennék. A fiatalabb korosztálynak kicsit úgy megmutatom azt, hogy milyen volt az idősebb korosztálynak, mert tudom, hogy ők meg boldogatnak, hogy ja, igen. Úgyhogy tényleg kösz, hogy itt voltatok, jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Kezeket a paplan fölé, ilyenek a csajok. Csáá!